A Magyar Honvédség mobil oltóállomásai segítségével eddig 104 településen összesen 21 ezer embert oltottak be. Müller Cecília országos tisztifőorvos Faddon személyesen köszönte meg a katonák szolgálatát. Mint mondta, tapasztalatai szerint a honvédekre mindig lehetett és lehet számítani. Én csak dicséretet tudok és köszönetet, hálát tudok mondani a katonáknak, illetve a honvédeknek, mert valóban minden bajban mellettünk állnak. Én azt gondolom, hogy a hazavédelme az ő alapfeladatuk, és mégis minden, gyakorlatilag minden tekintetben védenek bennünket. Most a kórházainkban is teljesítenek szolgálatot, mind a mai napig, ami rengeteg segítséget jelent logisztikában is. Ott is az oltóhelyeken is láthatjuk azt, hogy mennyire sok segítséget nyújtanak. Nagyon sok dicséretet kaptunk. Őszintén szólva ezeket igyekszem átküldeni, hiszen ez nem a miénk, csak a Nemzeti Népegészségügyi Központba futnak be. Nagyon sokat segít az, hogy empátiával, kedvességgel, emberséggel kezelik azokat az idős várakozókat. Ugye az elején az idősekkel kezdtük a védőoltást, kínálják őket, és rendkívül udvariasan, segítőkészen tesznek mindent, azt kell, hogy mondjam, bármit is tesznek. Most az oltóbuszok segítségével szintén rengeteget letesznek a járvány kezelésnek az oltárára, hiszen 5 ilyen oltóbusszal járják azokat a településeket, amelyek jellemzően kicsit távolabb vannak a nagyvárosoktól, az oltóközpontoktól. Ezzel helybe viszik a szolgáltatást, sokkal egyszerűbbé teszik a védőoltásoknak a felvételét. Nagy örömmel tapasztalom azt, ahogy beszámolnak nekem róla, hogy szinte senki nem hiányzik azok közül, akik az első adagot is felvették. És hadd tegyem én ezt hozzá, hogy ez egy felvilágosító munka is. Tehát ez az ő érdemük. Aki először oltakozik, megkapja az oltó papírját, és minden felvilágosítást mellé, ezek szerint valamit nagyon jól csinálnak, hiszen itt állnak sorba ugyanazok a személyek, akik első alkalommal oltakoztak. Úgyhogy minden elismerésem a honvédeknek, a katonáknak, hiszen eljutottak már 104 településre, ez nem kis szám, több mint 21 ezer embert beoltottak. Ez a 21 ezer ember előbb-utóbb védetté válik a második adagot követően. A lakosság mind az oltóbusz, mind az országos tisztifőorvos jelenlétét örömmel fogadta. Számomra nagyon nagy megtiszteltetés, hogy a főorvos asszony időt szakított ránk, és eljutott a kis falunkba, és én nagyon-nagyon köszönöm az ő munkáját. Nagyon nagy dolog, hogy nem kellett utaznunk sehova sem, és nagyon-nagyon precízen flottul le volt szervezve az első oltás is, és gondolom, hogy most a második is. Úgyhogy köszönjük az ő munkájukat is, és őnekik is jó erőt és egészséget kívánok továbbra is a munkájukhoz. A most második oltásukat megkapó állampolgárok részére az esetleges külföldre utazást segítő igazolást is kiállították. Az eddig kiállított Pfizer-es igazolókártyájukat, amely tartalmazza az oltóanyagnak a számát, nevét, illetve hogy mikor kapták meg melyik orvostól. Ez kiegészül most már egy igazoló kártyával. Az igazolókártya viszont angol és magyar nyelven került kiállításra, amely során, hogyha valaki külföldre megy, akkor tudja magával vinni, és a védettségi igazolvánnyal együttesen tökéletesen tudja használni.